Október 18-án pénteken a Városi Művelődési Központban tartják meg a Kultúrával az Akadályok ellen című rendezvényt. Délelőtt 10 órakor lesz a megnyitó, illetve egy gyermekrajzversenyhez kapcsolódó kiállítást is megnyitnak. 10 óra 30 perctől egészségügyi segédeszközöket lehet szemügyre venni. 11 óra 20 perctől pedig bemutatkozik a Dunaszerdahelyi Mentálisan Sérülteket Segítők Társulása. 11 óra 40 perckor tánc bemutató lesz, míg 12 óra 40 perckor kiértékelik a rajzversenyt. A Szlovákiai Kisállattenyésztők Szövetségének Dunaszerdai Alapszervezete október 18-a és 20-a között kisállatkiállítást rendez. Az érdeklődők pénteken 14 óra és 18 óra 30 perc, szombaton 8 óra és 18 óra 30 perc, vasárnap pedig 8 óra és 12 óra 30 perc között tekinthetik meg a várhatóan több száz kisállatot. A rendezvény helyszínéül a Legend Hotel előtti füves terület szolgál majd. A MOL Arena legközelebb október 20-án vasárnap várja a bajnoki mérkőzésre a szurkolókat. A tabella harmadik helyezettje, a DAC az ötödik helyen tanyázó Aranyos Marótiakat látja vendégül. A két csapat ebben a bajnokságban egyszer már megmérkőzött egymással. Az első forduló összecsapásán a Vion otthonában 2-1 arányú Dunaszerdahelyi győzelem született. A meccs 18 órakor kezdődik.